Az őszi-tavaszi rendszerben bonyolított Magyar Nemzeti Asztali Tenisz Bajnokság MB3 észak-kelet csoportjában az A csapatot nem nevezték, azonban a B gárda pénzügyi nehézségek miatt a Borsodobó-Zemplén megyei első osztályban nem indították. A közösen elvégzett munkának köszönhetően a küzdeni tudást már számos alkalommal bizonyító Szerencsi gárda, ha a bajnokság befejeztével az első helyen végez, akkor a következő bajnoki fordulóban jogosultságot szerezhetnek 2 esztendő után újra a szakosztály történetében másodszor az MB2-ben szerepelni. Az amatőr szintű küzdelemsorozatban megszokott a csapatok hullámzó teljesítménye, ami egy-egy találkozón belül is megmutatkozik. A heti edzések, a kitartás, a pontos passzok és a fáradhatatlan győzni akarás meghozta a gyümölcsét. A szerencsi asztali teniszezők a tabella éléről várják a 2015-ös tavaszi szezon mérkőzéseit. 2014 első hónapjaiban a bajnokságot az érről kezdte ugyan a csapatot MB3-ban, de a bajnokság befejeztével júniusban csak a 4. helyre érkeztünk meg, így nem kerültünk vissza az MB2-be. 2 évig voltunk korábban MB2-ben. Ezt követően célkitűzéseink év végére az volt, hogy minden áron vissza szeretnénk kerülni az MB2-be. Sajnos egyik játékosunk évközben eligazolt, mikor kiestünk az MB3-ból, eligazolt MB2-be, magasabb osztályba játszani. Így gyengültünk, de szerencsénk volt, mert 2014 nyarán szerencsére költözött egy olyan játékos, aki korábban MB3-ban játszott, és ott is éljátékos volt. Vele lényegesen erősödött a csapatunk, és innentől megint az volt a célkitűzésünk, hogy visszakerüljön az MB2-ben. 2014 végével, amikor a bajnokság fele befejeződik, mert őszi és tavaszi fordulóból áll a bajnokság, célkitűzésünk megvalósultnak látszik, hiszen év végével, a fél év befejeztével első helyen végeztünk veretlenül. Úgyhogy minden reális esély megvan arra, hogy 2015 fél évével, amikor befejeződik a 2014-es bajnokság, újra MB2-be visszakerülünk 2 év kihagyás után. Jelenleg hány igazolt játékosa van az asztali tenisz szakosztálynak, illetve kik azok, akik a 2014-es esztendőben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak? Jelenleg szakosztályunk egyébként a sportegyesületen belül egyik legkevesebb létszámú, olyan 12-14 főből állunk, ebből igazolt játékosunk 8 fő van. A 8 főből 6 fő alkalmas MB3-as szereplésre, ezek a tavalyi évek teljesítményi eredménye alapján Köllő András, Stadler Tamás, Török Gábor, Makranci László, ifjabb Csorba István és Korály Csaba. Ők szerepeltek az eddigi fordulókban, és ez a csapat vívta ki azt, hogy jelenleg veretlenül továbbra is a tabella élén állunk. Elhangzott itt, hogy elég kevés a szakosztálynak a létszáma. Mi lehet ennek az oka, és hogyan lehetne a fiatalokat is rávenni arra, hogy foglalkozzanak az asztali tenisszel? Sajnos visszatérő probléma ez nem csak nálunk, szerencsén, ha máshol is az utánpótlás kérdésének a problémája. Nyáron ugyan fölkeresnek engem 10-15-en is, de mire megkezdődik az iskola ősszel, szeptemberre, akkor 1-2 fő maradt, aki szeret pingpongozni, illetve szeretne tovább pingpongozni. Ennek az eredménye egyébként, hogy tavaly nyáron is hasonló volt a jelentkezés, és egy játékosunk, aki nem más, mint Köllő Ábel, az egyik éljátékosunk gyermeke, ő most már nem csak a Szerencs VS-ét, hanem a Borsod megyét fogja képviselni a diákolimpiai döntőjébe Budapesten a jövő hónapban. A bajnoki szereplésen túl a szakosztály rendezett, illetve egyiket rendezte, a másikon résztvevő volt, 2 regionális verseny. Az egyiket Miskolcon bonyolították le, ahol 2 játékosunk képviselte a Szerencs VS-ét. Ragyogó eredményt értek el, hiszen MB1-es játékosok is szerepeltek a Miskolci Egyetemi Kupán. Stadler Tamás és Körlő András 2., illetve 3. helyet értek el. Hasonlóan jól szerepeltek a tárgyi évben, tehát 2015-ben már 8. alkalommal megrendezésre kerülő Szerencs Város Kupán,
ahol Kölbő András és Tadler Tamás szintén a második, illetve a harmadik helyet értek el. Ez Szerencs városában a városnapi rendezvények részeként kerül minden évben lebonyolításra a polgármesteri hivatal támogatásával. Az asztali tenisz szakosztály három esztendő elteltével 2014. szeptemberében a 2014-2015. Évi bajnokság előtt 400 ezer forint értékben komplett új felszerelést kaptak az MB3-as csapat tagjai. A Lelkes Gárda tagjai komplett felszerelést kaptak, valamint a szakosztály életében először 100 ezer forint értékű adogatógép is beszerzésre került Szerencsváros képviselőtestülete tagjainak jóvoltából. Ez a gép nem csak a diákok képzésére és játékuk fejlesztésére alkalmazható, hanem a felnőtt játékosok edzés lehetőségeinek kiszélesítésére is alkalmas.